Megpróbálom megnézni, hogy mit csinál ez a gáz, hogyha egy picit a parázsló gyújtópálcát lehet hallani? Hopp. Nem, persze nem lesz semmi baj, a múltkor is csak egy kisebb épületet sikerült kigyújtani. Tehát nem, nagyobb baj nincs, a tűzoltók rövid időn belül elrendezték a dolgot, úgyhogy... Kémiai kísérleteket is láthattak azok a végzős középiskolások a Nyíregyházi Egyetemen, akik az intézmény Z-szakjának nyílt napjára látogattak el pénteken. Az első alkalommal az idei tanévben indított képzés iránt számos fiatal érdeklődik röviddel a felvételi időszak előtt. Az évbetű ebben az esetben nem egy generációs besorolást, hanem a zöld szót jelenti. A szakot sikeresen elvégzők ugyanis környezettan és természettudományi tanárokká válnak. A fizikát, a kémiát és a biológiát integrálja elsősorban, de igazából nem csak ezt a hármat, hiszen a művészetekkel is kapcsolatban van. Igyekszünk az irodalmat, a költészetet, illetve a vizuális kultúrát behozni majd a tantárgy tanítása során, amivel mind-mind órákon, ez egyrészt szakmai órákon, másrészt pedig módszertani órák keretében a tanárjelöltek találkozni fognak. Az előadók kiemelték, az éjszakos hallgatók elsősorban a természetből merített példákon keresztül ismerkedhetnek meg a tudományágakkal. Így számos gyakorlatot az egyetemhez tartozó botanikus kertben, a sóstói erdőben vagy a Nyíregyházi állatparkban tartanak. A képzést második alkalommal indítja el a Nyíregyházi Egyetem, idén pedig ennek népszerűsítésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Egy új szak mindig akkor lehet sikeres, hogyha kellő motivációt van a hallgatókban, illetve kellő marketing van emögött, hogy megismerjék egyáltalán a potenciális jelentkezőt. Ez egy országos kampány, egy országos kezdeményezés ez az éjszak. 6 egyetemmel közösen indított el a Nyíregyházi Egyetem is. Jó pár hallgató jelentkezett már, és nagyon bízunk benne, hogy a 2023-as jelentkezési időszakban ez a hallgató létszám meg fog emelkedni, és újabb évfolyamat tudunk indítani ebben a képzésben. A végzős középiskolások és más felsőoktatási intézménybe jelentkezők február 15-ig dönthetik el, hová adják be felvételi kérelmüket.